szegvári emberek életében mindig nagyon fontos volt a mezőgazdaság, így van ez Kovácsik Ferenc életében is, akinek élete szinte összeforrt a mezőgazdasággal. Feri bácsi 1913-ban született. Hogyan emlékszik vissza gyermekkorára? Gyermekkorom nagyon, nagyon vígan telt, nagyon sokat játszogattunk, a tanyán, a jó levegőn, aztán későbben, mikor már 8 éves lettem, iskolás, akkor meg hát jószág legeltetése foglalkoztunk, vagyis arra használtak, hogy hát jószágra vigyáztunk. Hát később, ahogy növekedtünk, már 13 éves koromban saját akaratból már megfogtam a kaszát, és kaszálgattunk a bátyámmal együtt. Későbben már, mikor 16 éves lettem, akkor már egészen aktívan dolgoztam, részes voltam. Meséljen nekünk Feri bácsi a katonai évekről. 37-ben bevonultam katonának Szentesre huszárékhoz, és ott katonáskodtam. Körülbelül 16 hónapig akkor áthelyeztek Ceglédre, és ottan töltöttem azt többi időt, meg hát Felvidék, Erdély, Kárpátalja, és a Délvidéken is mindenütt ott voltam, mint tartalékos huszár. Lovon jártunk, úgyhogy hát nagyon örültem neki. Én azt mondták a többi katonák, hogy én öröm katona vagyok, mert nagyon szerettem lovagolni. Még azóta is mindig nagyon szeretem a lovakat meglátni, még hogyha meghallom, hogy lómén az utcán képes vagyok kotronni, szalonni, hogy meglátom a lovat. Hogyan teltek Feri bácsinak a legényévei, és mikor találta meg élete párját? Az unokatestvéremmel szórakoztunk lány, és az mondta, hogy van őnek egy barátnője, ismerkedjek én abból meg. Hát össze is hozott bennünket báli alkalommal, és táncoltunk, megkedveltem, most már lányt kérek, és megkértem a jelenlegi feleségemet, hát mondta, hogy hát majd megbeszéli. Oda ki a szüleive, hát azok nem nagyon látták jónak a korkülönbség, mert 12 év van köztünk, és nem nagyon látták, de azért azt mondták, hogy hát ahogy gondolja, hát feladták a leckét őnék is, hogy jó lesz-e vagy nem, de azért csak igent mondott, és így 47-ben, október 28-án meg is esküdtünk. És azóta mink nem voltunk külön, sose megértettük egymást. Hol éltek Feri bácsiék, mikor összeházasodtak, és milyen nehéz volt ez az élet? Megnősültem egy hétre rá, volt egy kis tanyánk, tételháton, és elmentünk mink oda lakni, ott született a két lány, hát ott laktunk 5 évet, közben elüldöztek bennünket onnét a Rákóczi rendszerbe, el kellett hagyni, mert mindenünket elvitt a végrehajtó, mert kulákfiókáknak voltunk alítva. Úgyhogy hát nagyon nagy gonda, de kenyerünk volt, az mindig volt. 48-ban volt az, hogy lementünk a Rétre lakni, akkor 55-ben meg megvolt apósom, azt a sógornő, meg a mamával raktak kint a tanyán, akkor én teljesen odahúztam, odahúzódtam és folytattam a mezőgazdaságot. Úgyhogy hát ló, minden ott maradt, szerszám, és abban gazdálkodtunk, mezőgazdasági munkát folytattam egészen 60-ig. A 60-as években Szegváron is agitálták a gazdálkodókat, hogy szövetkezzenek. Hogyan élték ezt meg Feri bácsiék? Hát ilyen, igen keservesen, mert hát már akkor talán egyenesben voltunk, volt tehenünk, lovunk, és már földet is vettünk meg, amit apámtól kaptam, úgyhogy hát egyenesben lettünk volna. Az nagyon, de nagyon rosszul esett, hogy alá kellett írni annak, hogy hát
vagyis arra agitáltak, hogy hát írjunk alá. Hát én elhatároztam, hogy önként nem írok alá. Hát elkezdtek hozzám járni a pestiek, jött a sok agitáló, hát csak kikészítettek pedig, hát megmondtam, hogy én nem írok alá. Akármit, ha tegyenek, amit akarnak, de én nem írok alá. Nem írtam alá, így nap-nap után zaklattak. Annyira, hogy hát csak kikészítettek, úgy, hogy hát beteg lettem. Ezt hát megtudták, és nem is folytatták, vagy 3 hétig nem jöttek. Mikor már földorultam, akkor azt megint megleptek, mert már az utóján volt, március volt, hogy hát akkor azt megszorítottak, hogy hát csak azt beszéltük meg, hogy hát már mindenki benne van, akkor mink is aláírunk. Hát aztán oda jut akkor is kocsival 6 személy, kendérgyártó is voltak, meg pestiek, és akkor azt mondták, hogy nincs beszélni való, írjak alá, azt mondtam, hogy nem fogok aláírni, majd én bemegyek a központhoz, és majd én ott aláírok, amiknek akarok, mert melyik téznek. Akkor aztán közben szóltak arra a szomszédok, hogy hát el ne hagyjam őket, hogy elmenjek máshová, új TSZ alakult, TSZ, Sápi TSZ. Az Kovács Pista volt az elnökünk, és avval szépen megegyeztünk. Nem volt nagy, sok személy, de az nagyon barátságos, szerettük egymást. Avval mentünk el este a jó éjszakát, és avval, hogy jó reggelt másnap mentünk. Szépen, de nagyon szép, rehány beszéd nem volt, semmi se, nagyon szép volt. Belehelyezkedtünk, örültünk neki, kezdtük azt mondani, hogy jobb volt, mint Maszeknak. Akkor jött egy rendelet, hogy hát összeegyesítik a Puskin TSZ-e, akkor ez megint megviselt bennünket, de akkor meg lett a jószágnak száj és körönfájás, lezártak 3 hétre. Ki se jöhettünk a tanyába. Úgy hozták a kerítésig, ami körülött takarmány, ami még jószágunk volt, annak a TSZ fogadja, hozta a takarmányt, és ott tettünk 3 hétnek, utána lefertőzötték az egész környezetet, és akkor felszabadultunk. Akkor a sógorom, Bari Ignác kertészetbe dolgozott a Puskinba, azt mondta, hogy hát gyere a Puskinba, oda a kertészbe, de jó hely lesz az ottan. Hát aztán szót fogadtam néki, aztán így lettem kertész a Puskinba. Az unokatestvéremmel összefogtunk és fogtunk 10 hord krumpliföldnek valót. És annak a vetőmagjét össze befektetés, saját befektetésünk volt, meg kellett vásárolni, és azt a télen gondozni, amit meghozatott a TSZ, csak nekünk állni kellett az árát, és akkor tavasszal pedig elvetettük, elég szabadok voltunk, nagyon jó krumpli termés volt, de volt 33-an voltunk termelők, krumpli termelők, de ezek szét voltak tagolva, hogy ki mennyit vállalt. Hát én az unokatestvéremmel 5-5 holdat, az így volt 10 hold krumplink. Nagyon jó termés volt, nagyon sok krumplit szedtünk, ezt nekünk köllött felszedetni, meg minden a gépek munkákat mind a TSZ adta, de az ment le az 50%-ig, mert 50%-osok voltunk, és abból azt kifizettük, akkor is maradt úgy, hogy hát megint föllendültünk abba, mert nagyon jó volt a krumpli termés. És Ludányi volt a főkertész, az úgy meg is szeretett bennünket, ha határt járt, akkor is elbeszélgetett velünk, ami hát végigkísért egész nyugdíjamig. Milyen növényeket termesztettek még a kertészetben? Hát mindenfajta volt abban vajbab és cecei paprika, paradicsom, meg minden volt abban 27 holdban. Ez 2 éven keresztül ment, mert az is megszüntették, hogy nem adták 100%-ra.
túlóráztam, az borovért kaptam, megint jó keresetben voltam, meg voltunk nagyon jó. És így telt ez aztán, mikor nem volt ilyen dolog, akkor az úton voltam útász, a sarat hántam le az útról, kertészetni, ami vannak ott köves útok, azt a tavasszal meg kaszálgattam, azt aztán odaértem a 64 évhöz, akkor mértem nyugdíjba, mert akkor változott, hogy hát visszafejlődtünk a 60 évre, mert közben 65 lett. És akkor vissza úgy, hogy hát akkor estem bele, hogy hát elmehettem azt, akkor elmentem nyugdíjba. A rendszerváltozást hogyan élte meg Feri bácsi? Hát ez megint megviselte a gondolkozásomat, mert azért, hogy már mint öreg ember nyugdíjas voltam, hát mit csináljak, hogy a földet nem vehetem ki, ahhoz mit kezdek már én vele? Nem tudtam mit kezdeni a vele. Hát így én otthattam a földet, az összes földet, mert a feleségem földjét is én vittem be, az összes földet mind otthattam haszonbérbe a TSZ-nek. Hát én olyan véleménye voltam akkor is, hogy hát úgy megszoktam azt a TSZ munkát, meg ismertem, hogy hát azt mondtam a társaknak, hogy hát majd még megsirathassuk. Mi a véleménye a szövetkezetben folyt gazdálkodásról? Nékem jó a véleményem, mert mikor bementünk a TSZ-be, még mi volt, vagy mikor már rendszerváltáshoz értünk. Hát én nagyon helyes lettem, és nagyon szépen ment, én nem kipagásolok benne semmit se. Egészen rendszerváltásig is, még a nyugdíjas koromban is megkaptam azt a nyugdíjat, hogy meg lehetett belőle élni, úgyhogy nem panaszkodhatok, hogy hát rossz lett volna az, de a TSZ az mindig is szemmel kísértem, hogy hát ott a sok embernek mindennek volt munka adva, és mindenki tudott boldogulni. A mezőgazdasági munkában milyen szépséget látott Feri bácsi? Nagyon szépnek láttam a közösséget, hogy milyen szépen meg lehetett ottan beszélgetni a dolgot, és közösen dolgozni. Nagyon élveztem azt a közösséget, nagyon. Mindig is közösségi ember voltam, mai napig is. Karácsony előtt beszélgetünk. Feri bácsi, hogyan emlékszik vissza gyermekkora karácsonyaira? Hát, akkor is szép volt, jó volt, öröm volt, valóságos örömünnep volt a nagy családban, nálunk a karácsony. Dolgozni nem dolgoztunk, karácsony estén már, délután nem nagyon dolgoztunk, karácsony előtt, karácsony mondjuk bőjén nem dolgoztunk. Változtak a korszakok, változtak-e az ünnepek is? Változtak. Akkor még katona voltam, nagy nap volt Hortinak a neve napja, mert akkor mindenki kapott 2 deci bort az ebédhöz. De akkor abban az időben hallottam a Mikulásról, hogy ünnepelték a Mikulást. Mink azt gondoltuk, hogy hát Mikulás, hát Miklós. De hát nem az volt, de nem volt akkor ekkora média, hogy tudtuk volna, tudatták volna velünk, hogy mi az, csak hát Mikulás, akkor kaptunk italt. Máskor nem kaptuk. Azt igazságosan elosztották, úgy, hogy mondjuk rá igazságosan, ami bor ott volt, egy hordóba, és a közember kapott igazságosan 1 decit, az altisztek 2, a tisztek meg 3. Akkor is ebből volt az igazság. A hosszú dolgos évek alatt milyen szerető család volt Feri bácsi mellett? Hát, nekem a feleségem az élettársam, az mindenben ott állt mellettem, és ő is nagyon sokat dolgozott. Úgy a TSZ-be is segített, mikor én nem tudtam kimenni, akkor ő dolgozott helyettem az én nevembe. Aztán is
mikor már nyugdíjas lettem, akkor meg ő már kontakta dolgozója volt, bedolgozó, ott szerzett nyugdíjat, a lányok férhez mentek, mind a kettőnél van család, unokájaim, örülök nagyon, hogy jönnek, mindig örülök, itt él mind a két lányom Szegváron, a családostól, mind szoktunk összejönni névnapra, születésnapra. Most is elültük a 93. születésnapomat, együtt volt a család, jól tanáltam magamat, örülöm neki. Békés, boldog karácsonyt kívánok Feri bácsiéknak és az egész családnak, és nagyon boldog új esztendőt. Köszönöm szépen, én is a tévénézőknek kellemes karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok.